rengeteg változata van már, hogy hogyan készítik, hogy praktikusabb, hogy gyorsabb, hogy kifizetődőbb, amikor ebből iparág van. Önkéntesek készítik a szájmaszkokat a Salgótarjáni Borbéla Szakközépiskolában. Ezek a gépek egy ideje már feladat nélkül maradtak. Csökkent az érdeklődés a varrónői szakma iránt, akik pedig mégis ezt választják, gyakorlati helyeken, cégeknél sajátíthatják el a szaktudást. Az oktatási intézményben most ismét kicsomagolták a beraktározott gépeket, és gyártósort alkotva szakszerűen beüzemelték azokat 3 tanteremben. Látogatásomkor a tanulók közül 4-en, a tanárok közül 2-en, még néhány önkéntes társaságában már javában munkálkodtak. A felvételkészítés közben Tóth Éva önkéntes segített a munkafolyamatot lépésről lépésre lekövetni. Aki otthon szeretne elkészíteni ilyen darabokat, azoknak hasznos lehet néhány információ. A maszk 2 nagyjából 20x20 cm-es, jól mosható, fertőtleníthető textil darabból készül. Kiegészítője egy ilyen háztartásokban is megtalálható gumi lehet, melyből 2 17 cm-s darabra van szükségünk. Első lépésben a maszk borító oldalára rögzítjük a méretre vágott gumikat a képeken látható módon, majd a 2 textil réteget összeillesztjük úgy, hogy a gumi belőre kerüljön. Ezt követően jöhet a körbevarrás, ami első lépésben nem teljes, hiszen rést kell hagyni a kifordításhoz, és ezen keresztül helyezzük be az ormerevítőt is, ami lehet vezetékek kötözője, vagy nagyobb zsákokat, zacskókat összefogó hajlítható lemezke. Ezt is bedolgozzuk, majd jöhet a redőzés, amit tanácsos először egy felezőhajtással kezdeni. A behajtás készítése közben is érdemes ellenőrizni a párhuzamosokat. Ha ezzel is megvagyunk, jöhet a végleges zárás, letűzés, és kész a maszkunk.